Berabos Lehel a Györfi István Katolikus Általános Iskola hatodikos osztályos diákja, bár műszaki állítottságú, de a sport, a magyar és a történelem tárgyak is a kedvencei közé tartoznak. Eddig nem vett részt mondó versenyen, most posztós négy armatíva a tanárnő biztatására elindult a Szép Magyar Beszéd versenyen is. Számára az online versenyzés nem okozott gondot, sikerült jól felmondani a szöveget. Fekete István keléjéből választott részletet, a kötelező pedig Benedek Elek egyik története volt. Én most eddig nem mentem ilyen prózamondó versenyre, de most a tanárnő mondta, hogy nagyon jól mondok szerint a verset, és hogy próbáljuk meg ezt a mondó versenyt is. Most az online kerül megrendezésre, ez számodra mennyiben volt új, hiszen új maga a feladat is, de hogy mennyiben volt nehezen most így készülni? Hát nem volt olyan nehéz, hiszen csak felvették kamerával, és így kicsit nyugodtabb környezetbe tudtam felmondani, és így könnyebb volt talán egy kicsit mi volt most a kötelező, és mit választottál? Én a Fekete István a keléből választottam egy részletet. A, ez volt a választható, a kötelező olvasmányom pedig a Benedek Elektől a Nagy Lajos király volt. Lehel még szereti a könyveket kézbe fogni, és nem neten olvas, a történelmi regények a kedvencei. Én könyvekből szoktam olvasgatni, szeretem a történelmi regényeket. És ebből mondjuk mi a kedvenced, melyik kor? Hát én a középkort szerettem, és ebben a kedvencem az egri csillagok volt eddig. És azt már szerintem azt, azt, azt tavaly már tanultátok, és nem? E, idén fogjuk még venni. Helyes írásban is jeles. Így most egy ilyen megmérettetésen vesz részt a napokban. Ehhez teszteket is töltenek ki, hiszen a szabályokat meg kell tanulni. Jó helyesíró is vagyok, és a tanár nem mondta, hogy menjek egy versenyre, ennek a versenynek a neve a Simanyi Helyesíró Verseny, is. ezen is indulok. Hétfőn lesz egy ilyen próban, akkor kipróbálhatjuk az oldalt, hogy, hogy fogjuk megoldani a versenyt. És mennyire vagy tisztában a folyamatosan változó szabályokkal, hiszen azért tavaly szeptemberben is változtak, tehát ezt mennyire tudjátok nyomon követni? Hát, elég jó. Tehát mondjuk teszteled magad a net segítségevel, feladatokon, vagy azért inkább olvasgatsz? A tanárnő szokott adni gyakorló feladatokat ezekre a versenyekre. Bosszos négy éva beszélünk, azért említsük már meg az ő nevét. Hogy érzed, hogy olvasni, felolvasni nehezebb, vagy odafigyelni a helyesírásra? Hát a helyes írásra odafigyelni ne, sokkal nehezebb. Versekkel, hogy állsz? Nagyon hamar meg tudom őket tanulni, és egész jó fel is mondom őket. Lehel nyolc épület makettet készített már el korábban, így inkább műszaki embernek tartja magát, de szereti a megmérettetéseket. Így indult az idei tanében a tantárgyi versenyeken is. Mi jelenti egyébként a kikapcsolódást? Hát én a kiskutyámmal szoktam otthon játszani, ezt nagyon szeretem. Azért árult de nekem, hogy hány maketted van már kész? E, talán nyolc. És mi a nagy álom, az megvalósult már? Nem, most még nincs kitűzve semmi cél, így most... Mert legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor volt egy kastély, amit szerettél volna? A... Az, az már kész van, igen. Az mi is volt? A... Vajda unyod vár, és az már kész van, megcsináltam.